A vártnál jobban meg kellett dolgozzon a pontokért a székelyudvarhelyi FK a teremlabdarúgó első liga 16. fordulója keretében a Gloria Buzau elleni mérkőzésen. Hiába szerzett kétszer is előnyt az FK, szünetben 2-2-re állt a találkozó, sőt, szünet után a vendégek kerültek előnybe. 30 perc után viszont már ismét az udvarhelyiek vezettek 4-3-ra, Buzau pedig az egyenlítés elméjében lehozta a kapust. Vesztére, mert hadnagy betalált az üres kapuba, beállítva ezzel az 5-3-as végeredményt. A győzelem után a jelenleg hatodik helyen álló székelyudvarhelyi FK még mindig bízik abban, hogy egy helyjel előbbre lép a rájátszás előtt.